Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A sors kereke jóslás. Itt látható a képen a sors kereke, és ez fordul. Hol ilyen irányba, hol olyan irányba. És amikor mozog, mindig vannak sorsdöntő változások, találkozások vagy döntések. Hol állunk most? Milyen sorsdöntő változások lesznek az életünkben, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Igaz, ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a sors kereke, hogy tudd azt, hogy milyen sorsdöntő változások lesznek nálad. Ezt kérheted asztrológia nélkül, akkor a díjam 4000 forint, indiai asztrológiával együtt, ahol megnézzük Szaturnusz bolygó hatását, hiszen Szaturnusz a sors bolygója, tehát mutatja azt a horoszkópban, hol lesznek sorsdöntő változások. Ebben az esetben a jóslás és ehhez az asztrológia 10000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a képek. Itt látható ez a ház. Ez jelentheti az otthonodat, hogy ott lesznek változások, mert valamit megváltoztatsz, lehet, hogy más bútorokat veszel, vagy lehet egy költözködés is. A ház az jelentheti a szülői házat, vagy a családot, hogy ott is lesznek változások, vagy fontos döntések. Amit ez a kép még jelenthet, egy ingatlan bérlete, eladása, vagy egy vásárlás, és itt is lesznek sorsdöntő változások. Itt a gyűrűk jelenthetnek eljegyzést vagy házasságot, lehet, hogy ez most a terv, és akkor a ház jelenti egy közös otthonnak a kiépítését. A gyűrűk jelenthetik a szerződéseket is. Például egy ingatlan eladása vagy vásárlása, és itt megköthető ez a szerződés. Milyen sorsdöntő változások lesznek még? Itt a hajó jelenti a reményt, hogy minden jóra fordul, de jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat is. Mint például egy ingatlan vásárlása külföldön. Vagy azt is jelentheti, hogy van egy párod, aki külföldi, és a ház jelenti az ő családját. És itt akkor lesznek utazások, változások. A hold jelentheti az anyukádat, vagy az anyai érzelmeket, sőt, jelenthet egy kisbabának a születését is. Amit a hold még szimbolizál, ezek a vágyak, a remények, az álmok, az elképzelések, ha itt megvan a kötöttség, a kapcsolat az álmod között, akkor megjelenik a hajó, tehát a remény, hogy ezt ki tudod építeni. Itt a felhő jelent valamit, ami jelenleg még átláthatatlan. Lehet, hogy most szeretnéd tisztázni a dolgokat. A felhő az egy időkártya és fél évet jelent, vagy a múltat, vagy a jövőt. Hogy gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt. Lehet, hogy itt voltak álmok, megvan a remény, hogy újra lesz kapcsolat, mert valami vagy valaki visszatér a múltból. A felhő, illetve ez a fél év, lehet a jövő is, hogy fél éven belül lesznek itt szerződések,
megvalósítod az álmaidat, és lesz itt egy utazás. Itt a levél jelent egy hírt, de előfordulhat az is, hogy itt megvan ez a felhő, tehát ennél a hírnél valami még átláthatatlan, hiszen nem tudod, hogy a másik mit akar konkrétan. Vagy ha szerződésről van szó, itt a felhő megjelenik, mint egy fátyol, valami átláthatatlan, át kell vizsgálni ezeket a szerződéseket. Persze visszatérve az időre, lehet, hogy valaki jelentkezik a múltból, és átéled azt, amit fél évvel ezelőtt átéltél, vagy fél éven belül lesz ez a hír, vagy szerződés, hiszen a levél jelenthet szerződéseket is. Itt látható az életutad, de még itt vannak a kövek, ahol botladozol. Ezek lehetnek félelmek, bizonytalanságok, vagy valaki a környezetedben, aki megnehezíti az életutadat. Itt látható a horgony, tehát megvan nálad ez az elképzelés, hogy legyen meg a biztonság érzete minden életterületen, ahol le tudsz horgonyozni. A horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást is, és lehet, hogy a munkahelyen vannak ezek a nehézségek, mert valaki követ rak az élet utadon, megnehezíti a munkádat, és itt valami átláthatatlan a munkahelyen, a levél jelenthet egy szerződést, ha van nálad ez a terv, hogy munkahelyet változtass, akkor fél éven belül kapsz egy szerződést, és akkor sikerül ez a változás. Itt újra az életút jelenik meg, de nem a jelenlegi helyzet, és nem a múlt, hanem a jövő. És a jövő itt nagyon szép, hiszen kivirágzik minden, és a kövek azok el lesznek tüntetve. És ez volt a sors kereke jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.